Eddig is feltorlódott a forgalom Szekszárd egyetlen vasúti átjárójánál a munkaidő végén, hiszen az iparterületről, sportcsanokból, strandból érkezők vagy éppen oda igyekvők itt tudnak legrövidebben átjutni a Kesejusi út ezen részére. Sokan járnak erre dolgozni, számos cég és gyár található itt. Augusztus közepéig azonban még nehezebb dolguk lesz a közlekedőknek. Kerülniük kell azoknak, akik a vasúti síneken túlra szeretnének átjutni, mert a MÁV lezárja az átjárót a hónap elején. Augusztus 3-ától 12-ig lesz lezárva. Ekkor fel fogja újítani a vasút a közúttal való csatlakozó aszfaltburkolatot a Kesejusi út és a vasút kereszteződésében, ugyanis itt már nagyon leromlottak a műszaki állapotok és a gyalogos átjáró is. A szóvívő elmondta, az átjáró korszerű, úgynevezett sztrélgumi elemes burkolatot kap. Teljes hosszában cserélik a szakemberek a vasbeton aljakat, a síneket, a kapcsolószereket és a zúzott kő ágyazatot. A víztelenítést, a vízelvezetést szivárgó építésével biztosítják. A munkát a MÁV rendelte el, és a felújításhoz szükséges 50 millió forintot saját forrásból finanszírozza. Az átalakítás idejére a közlekedés is megváltozik Szekszárdon. A jelenleg lezárt gyalogos aluljárót a munkálatok idejére megnyitják és előtte felújítják. A közúti forgalmat a munkák idejére elterelik. Az autósok az állomástól másfél kilométerre levő felüljáron keresztül közelíthetik meg a vasút túloldalán fekvő városrészt, vagyis kerülniük kell.